Sziasztok, egy kis helyzetjelentés. Na, még egyszer. Szóval, egy kis helyzetjelentés. Kezdtem, mert nem tudtam, hogy mit akarok hirtelen mondani. Szóval, sziasztok, egy kis helyzetjelentés. Először is a sminkemet szeretném megmutatni nektek, jövök így egészen közelre. És nem tudom, talán volt már olyan YouTube-os, ilyen beauty-s sminkes YouTube-os, akinél már ugyanezt hallottam, hogy a beteg smink. Szóval én nem vagyok beteg, csak nagyon-nagyon fájt este is a fejem, és még reggel is, mert kettős front van, egy kis orvos meteorológiát is becsempészek ebbe a kis rövid bejelentkezésbe. Tehát picit rakoncátlankodott most a vérnyomásom, nagyon alacsony volt a fősérték, és nagyon magas az alsó, ilyen 106/98, szóval ez nem jó, de most már sokkal-sokkal jobban vagyok, most már helyreállt, és ebből kifolyólag elkészítettem úgymond az idézőjeles betegsminket, ami nálam mindig egy kicsit erősebb, és úgymond durvább, mint amilyet úgy átlag szoktam viselni így a hétköznapokban. Úgyhogy mindjárt meg is mutatom nektek, hogy ezt mivel csináltam, mivel sminkeltem, és aztán viszont elmegyek vásárolni, és visszajelentkezem. Jó? Tehát most megmutatom, hogy ez a smink milyen termékekkel készült, és aztán később találkozunk. Sziasztok! Nos, hát akkor gyorsan mutatnám végül is a főszereplő, ez a Juvia's Place paletta, The Chocolate by Juvia's, és én ezt Nikitől kaptam ugye ajándékba, és szerintem ez valami pazar. Tehát ez egy csodálatos, nagyon jó minőségű, nagyon-nagyon jól pigmentált, igazi, meleg, őszi paletta, úgyhogy én ma ezzel sminkeltem. A NARS-nak ez a csodálatos orgazm ajakápolója van a számon, egyébként használtam hozzá szájkontúr ceruzát is, ezt a Charlotte Tilbury szájkontúr ceruzát, aminek az árnyalatának a neve Pink Venus. Egyébként ezt a NARS ajakápolót simán föl lehet tenni szájkontúr ceruza nélkül is. Ma a Clarins-nek használtam ezt a Supra Lift and Curl maszkaráját, és az alapozóm is ma Clarins volt. Ez az Everlasting alapozó, amit én nagyon-nagyon-nagyon szeretek. Korrektor NARS, és az egészet a NYX-nek a porpuderével fixáltam le. És most viszont nem fogom elfelejteni lefixálni az arcomat. Zsuzsitól kaptam ezt a MAC fixálósprét, úgyhogy ezzel le fogom fújni, de még gyorsan megmutatom, hogy a szemöldök termék pedig a Max Factor 2000 barna szemöldök spirálja. A bronzosító, pirosító és highlight szekció az kimaradt. Igen, közben meg beindult itt a zenélő dobozkám. Tehát ez a Caudalie párizsi márka, és ez egy nagyon-nagyon szép bronzosító, gyönyörű. Én nagyon-nagyon szeretem a NYX-nek ezt a Buttermelt Blush pirosítóját, ezt a nagyon-nagyon lilát használtam. Ő az, nem kell megijedni, mert azért ennyire nem lila az arcom, mint láthattátok. És hát én ezt a Kiko csodálatosan szép highlighterét én imádom, úgyhogy ez ma rajtam. Nézzétek ma meg, hogy ez a teraszról milyen szép kis virágokat hoztam be. Ugye milyen szép? És ezt pedig egy növendékem csinált a kávékapszulákból. És hát itt van úgymond a remek mű, azt kifelejtettem, hogy kék szemceruzát, kék szemceruzát használtam a vízvonalamba. Úgyhogy szerintem ez nagyon ütős lett, ez a mai smink. Ha megmutatom az outfitemet is, mert én nagyon-nagyon szeretem ezt az ilyen őszies sztájt. Ez egy ilyen velúrbőr, nagyon-nagyon-nagyon szép kis őszi kabát, vagy átmeneti kabát. Itt van ez a nagyon szép kis unikornis, amit Alma papitól kaptam, Angliából hozta nekem egy kis antikvitásból. És így ennyi, itt van a szép vuh sárga táskám, egy leggings, egy Adidas sportcipő, és ennyi. A sminkemet pedig már mutattam, úgyhogy haladjunk.
mi van, te is kaptál? Te is kaptál, pici? A rossz ma rendelésből, illetve a vásárlásból, nem rendelésben, hát ott voltam. Ezt a négy kis dobozt azért megmutatnám, mert ezt most itt fogom kinhagyni az ételeinél a cicának. Úgyhogy a Rossmannba vettem ezt a két gurmé dobozt, illetve ez a ugye 6x az 50 g-os kisebb kiszerelés. Ott már egyébként ropogtat, csak mutatom, mert kapott jutifalit. És ez pedig ilyen pástétomos, ezeket ő nagyon szereti, és megmutatom, hogy a Fresnaf-ban most ilyen Moments alutasakosakat vettem, ez a Carni, ez az Animond, ez nagyon-nagyon ízlet neki. Ebből többet is, ebből is sokat vettem, illetve ilyen Feinstein ilyen kis tálkákat, úgyhogy ebből elég sokat, úgyhogy most így betároltam neki. Ugye most már csak egy cicára kell venni, és igazából a Dollika egy nap eszik meg egy ilyet, szóval ez egy nagyon-nagyon minőségi és nagyon tartalmas étel. Elég neki reggel egy fél és este egy fél, és kapja amúgy a Royal Canin szárazat. Ott nagyon ajánlom nektek ezt a Dental Life-ot, mert ezek ilyen fogtisztító és mindenféle vitaminnal dúsított ilyen kis jutifalig, hogy ebből is kapott kettőt, és hát ott vannak a paszták, azokat is kapja. Na, sziasztok, hazajöttünk. Annyit változtattam egyébként az elmenős sminkhez képes, hogy már nem a NARS ajakápoló van rajtam, egyébként igen, hanem én, mivel ettem egy darab minyont, tehát még nincs ebéd, meg semmi, de ettem egy minyont, hogy kibírjam a főzés végéig, mert ugye nem én vagyok a szakács itthon, úgyhogy várom, hogy kész legyen az ebéd. Úgyhogy annyit csináltam csak, hogy egy ilyen sötétebb barnás, látjátok, hogy eléggé jó sötét színe van, egy ilyen színű, és igazából nem tudom, hogy meg fogom-e tudni nektek mondani ennek az árnyalatnak a nevét. Egyébként ez az Essence-nek a szájkontúr ceruzája, és ha jól látom, hogy Bora névre hallgat, tehát Bora a neve, tehát van egy ilyen elnevezése, és ami viszont rajtam van, az nem más, mint a szintén a Nikitől kapott Natasha Denona-nak ez az ilyen ajaklakja, Lip of Forea, ez pontosan ez a megnevezése. Ez egy ilyen nagyon világos, kicsit olyan kávés, krémes, ilyen melanzsos színe van, ha felrakod a szádra. Látjátok? Tehát nagyon-nagyon világos, de egyből ad egy ilyen lakot így a szádra, nem tudom máshogy mondani. Én ezt nem is szájfénynek apostrofálom, hanem ilyen ajaklaknak. Úgyhogy én ezt nem teszem nagyon föl igazából utcára, mert szerintem a folyaszél minden rátapad, hajszáltól kezdve minden, úgyhogy én ezt így itthonra, hogyha nektek videózom, én akkor fogom ezt bevetni, vagy ha valahova már megérkeztem, és nem kell kimenni, és csak úgy ott vagyok, mint egy ilyen díszlet, akkor fogom fölrakni, jó? Tehát ennyit a sminkemről, különben maga a smink az változatlan, és még mindig imádom ezt a Juvia's Place palettát, szerintem elképesztően attraktív és nagyon gyönyörű. Mutatnám a blokkot. Tehát én most mutatnám azt, hogy mit vettem a Rossmannban. Egy 10%-os kupont föl tudtam használni, ami egyébként nagyon jó volt, mert majdnem 2000 forint lejött, és még volt olyan termék is, ha jól látom, amiből még külön valami kedvezmény, úgyhogy most ezt így mutatom nektek. Nagyítsátok föl, állítsátok meg, úgyhogy itt van a blokk, jól láthatjátok, mert 17.000 forintot fizettem, és azt már ugye mutattam nektek, hogy volt benne cicakaja is, azt már nyilván elraktam, úgyhogy azt nem hoztam ide. Amit vettem, szokásos, szerintem erről már is kell beszélni,
most hál' Istennek végeztem ezzel a hónappal, úgyhogy ilyenkor mindig előre szoktam gondolni a következő hónapra. Vettem most egy-két ilyen bio dolgot, tehát ebből a bio részlegből egyébként azt akarom nektek mutatni, hogy ez itt nem, tehát nem zsíros a hajam, hanem bekentem most hajmosás után a rozmaringolajjal, és ugye ez egy kicsit azért úgy, hát úgy látszik, hogy egy picit olyan olajosabb, de csak itt, érdekes módon csak itt elől, a hajamnak a többi részén ezt úgy nem látom, úgyhogy mielőtt még azt gondolna bárki, hogy én ilyen piszkos hajjal leülök, nem, ez a rozmaringolajnak a hatása. Szóval vettem a bio részlegből egy-két ilyen nassolnivalót. Ezt már egyébként múltkor is néztem, hogy ez az Enerbio ilyen csokis gyümölcsmix. Ez nekem nagyon felkeltette az érdeklődésemet, és hát ha jól látom, ebben ilyen erdei gyümölcsök vannak ilyen csokiba forgatva. És azt írja különben, hogy bogyós gyümölcsös mix, háromféle csokoládéba mártva, és áfonya van benne, fehér csokiba, étcsokoládéba és tejcsokiba. Ezt, amit így látok így hirtelen. Engem ez annyira érdekel, hogy itt most ebben a percben nekem ezt meg kell kóstolnom. Én imádom az ilyen fondű dolgokat is, hogy ilyen gyümölcsöt belemártani a folyékony forró csokiba. Ez itt egy ilyen hermetikusan lezárt ilyen zacskóba van. És hát mivel én imádom a fehér csokit, én most egy ilyen fehér csokisat fogok megkóstolni. Nagyon finom. Az a jó benne, hogy belül a gyümölcs ilyen savanykás. Kívül pedig a csoki, ugye édes. Már szökik is egy. Nézd már oda, hogy az étcsoki is már szökni akar. Azt még megkóstolom, úgyhogy visszacsomagolom az egészet. Isteni. Egyébként nem olcsó. Ezt külön megnézem nektek, hogy ez mennyibe került itt most ezen a szent pillanatban. Ez 1600 forint volt. Oké, de ebből nem kell korlátlanul enni. Tehát én például ezt azért vettem, mert ezt befogom minna suliba, és vannak olyan napjaim, például a szerda, a 11 óra 20-kor pár csoportos órát tartok liturgiát, ilyen református liturgikus énekeket tanítok, mindenféle ilyen rendezvényekre, meg templomi megjelenésre, csendes napra, áhítatra, előre gyakorlok a gyerekekkel. Ez konkrétan a 10. osztály, és vannak vagy 20-an. Nem olyan egyszerű a történet. És amikor egy ilyen óra után így az agyam szétszikkadt körülbelül, és aznap szerintem 6-ig vagyok, szóval ez egy nagyon hosszú nap, akkor így 2 óra között, vagy akár még óra alatt is, amikor például keresi a kottáját, vagy éppen cserélünk a zongora kísérővel, felálltam a zongorától, kolléganőm leül. Tehát egy ilyen átálláskor bekapsz egy ilyet a szádba, és már jobban vagy. Mert én például már most jobban lettem attól, hogy ezt megkóstoltam. Vettem, ezeket viszont ismerem, mert nagyon szeretem a gulonkekszeket. Ez a sima gulonkeksz, ugye nyilván ezek cukormentesek. Vettem egy ilyen, szintén az Enerbiótól, Honigwaffel minis. Tehát ezek ilyen kis mini, mézes kis waffelek, kis ostyák. Azt nézem, hogy van-e valami extra. 21% búzaliszt. Azt mondja, hogy napraforgó olaj, nátcukor, teljes kiörlésű búzaliszt. Szóval ez egy ilyen vegyes dolog, tehát ez nem csak ilyen
teljesen szénhidrát csökkentett akármi, azért ebben van rendes búzaliszt is, de ahogy láttam, ilyen keverve van. Ezt most nem bontom föl. Nem akarok most itt mindent megkóstolni. Ezt így el szeretném rakni így magában. Azon kívül vettem, ezt is ki akartam próbálni. Ezt kérek szépen, mi is volt ez? Lencse chips. Igen, tehát én még figyeljetek, ilyet az életben nem láttam. Sós lencse chips. Viszont ezt ki fogom próbálni. Tehát ezt most, nekem meg kellett most itt kóstolni, a mézeset azt most hagyjuk. És nagyon jó kis olyan zsír illata van, nem tudom mondani. De hogy milyen lehet egy lencse chips, gyerekek? Olyan íze van. Esküszöm, hogy az elején volt egy ilyen töpörtyűs íze, és most a végére, ez állati jó. Úristen, ez nagyon jó. A végére jött meg ez a lencse íz. Azt mondja, hogy lencse chips sóval, lencse liszt, kukorica liszt, finom liszt, napraforgó étolaj, rizs só. Hát gyerekek, ez állati jó. Hát ezt tudom, hogy ilyen jó, mert ez viszont tök olcsó volt, 3-400 forint, hogyha jól láttam. Hát ha tudom, hogy ez ennyire jó, egyébként ez vegán, és laktóz, és gluténmentes, szóval ez egy ilyen mindenmentes. Azért só van benne nyilván, tehát nem sómentes. De ez nagyon finom, úgyhogy nézzétek ezt meg, lencse chips. Életemben még nem láttam, de nagyon örülök, hogy megvettem. Akkor, amiket még vettem, most ami elfogyott, ezek most éppen már annyira nem lesznek ilyen érdekes dolgok, de, na, a WC-be ezeket a belógatos domol dolgokat, ez most mindegyik elfogyott, úgyhogy amik most így a WC-ben benn vannak, a WC-csészébe, és elfogynak, tehát már nem tudtam volna utánpótolni, úgyhogy vettem két ilyet. Azon kívül, én nem tudom, hogy ez nálatok is így van-e, hogy így egyszerre fogy el minden. Tehát, hogy ez a belógatos WC frissítő is elfogyott, és most az összes ilyen fertőtlenítőm elfogy. Úgyhogy vettem a Domoltól szintén, azt mondja, egy ilyen kékszínű powert, illetve egy ilyen világos kék. Most, hogy mi a kettő között a különbség, fogalmam sincs, nekem nem ad különbséget, és teljesen mindegy, hogy milyen, mert ezek nagyon jók. Tehát olcsóbb, mint a Domestos, és van olyan jó. Úgyhogy vettem egy világos kéket, egy sötét kéket, biztos, hogy feltüntet valami különbséget a kettő között, nem tudom. Viszont, ahogy már az előbb említettem a Domestos, vettem egy ilyen nagyobbat, ez egy ilyen virágillatú, úgyhogy ez egy ilyen kicsit nagyobb kiszerelés, nem a hagyományos méret, úgyhogy ezt is vettem, mert erre most tényleg nagyon nagy szükségem volt. És amit még vettem, az, és ez az utolsó kömmel, mert az Rossmann ez ennyi volt, megláttam, hogy vannak ilyen új kis, nagyon cuki kinézetű fátyolmaszkok az Izonától, és az egyik egy ilyen ceramidos, ilyen nedvességvisszapotló, és van benne ilyen gyümölcs, ilyen extra gyümölcs koncentrátum, a másikba pedig C-vitamin, és ez a úgy van írva, hogy camu. Tehát most kemu, én nem tudom, hogy ez mi, ez biztos megint valami jóság, amivel fel van dúsítva ez a fátyolmaszk. És ez például egy ilyen igazán ragyogást fokozó. Szóval ez az, de mindjárt megnézem a másik oldalát. Ennyire cukin néznek, és szerintem állati jó. De megnézem, hogy ez a kemu vagy camu, tehát ez mi akar lenni. Szívítom is kamuval. Figyeljetek, erre rá fogok különben keresni, egyébként ennek ilyen ránctalanító hatása is van, és egy zsírosodás elleni. Úgyhogy rá fogok keresni, hogy ez a camu, ez mi lehet,
mert engem ez borzasztóan érdekel, és mind a kettő limitált. Tehát rá van írva itt, látjátok, hogy limited edition, úgyhogy ezek valószínűleg ilyen, kirakják a polcra, aztán elfogy, akkor ennyi is volt, de legalább én ki tudom próbálni. Úgyhogy lányok, fiúk, ez szerintem nem lesz egy hosszú videó, mert ennyi volt ez a Rossmann, ugye egy kis macskakajákat is mutattam. Tulajdonképpen nekem nagyon-nagyon sok cicás követőm van, és hát ha nektek is tudok mutatni ilyen újdonságokat, nagyon-nagyon ízlett Dollikának a múltkori vásárlás is, úgyhogy visszakereshetitek a videóim között, fel van szerintem tüntetve, hogy Fresznap hol. Biztos, hogy feltüntettem, mert elég sok cuccot vettem a múltkor, és akkor mutattam. Ez az Animonda, ez nagyon-nagyon bejött Dollikának. Ezek a vitaminpaszták is, a tubusból nyalogatja le őket, és ez a fogápoló kis ilyen dentásztik. Ezek ilyen jutifali-szerű dolgok, de viszont ilyen ápoló hatással bírnak. A kis fogacskáit tisztítják és ápolják. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett nektek. Legyen szerencsénk máskor is, iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljátok a videót, kommenteljetek, és találkozunk hamarosan. Sziasztok!